Na csácsóbi csőtészt a csokoládé és traktorkerék, szavaztok gyerekig. Itt van velem egy... Hova tűntél? Hol vagy? Elbújtam. Itt van velem Eddie Harrison. Ő egy a falumból való, a homoszexuális fiatal ember. És látszik az öltözködésén is, és a piros cipőn is. Szavasz! Ezt úgy mond, hogy van nálam egy baseball ütő. Hol van a baseball ütő? Mutasd meg! De jó, csak egy gyógyszer van nálam, meg telefon, meg rádió. Gyógyszer? Ah, hisz egy nyugtatód. Na gyere, tesókám, itt van a szép barkaszállnak az embernek, de figyelj, DDR-es izé van rajt, matrica, beszarok. Nagyon komoly. Na, izé azt mondta, hogy segít nekem eladni a izét, a motort, ugye? Ja, csak hol van a motor? Ott te, nézd meg. Fajn. De várja, úgy kéne, hogy te jössz barkasszal, nem? Aha. De tudod, hol van a roncstelep? Ja. Be van zárva. Most jut eszembe, de át kell menni a határon. Neked meg úgy semmi papírod nincs. Határon? Én már közlekedtem a határon át. Nem kérlek, csak pénzt kérlek. Olyan közöttem, mert nem is kell. Akkor minek van nekem? Micsoda, személyigazolvány? Vagy nem, mike? Van külön útlevél. Útlevél? Az igen. Hát hogyha el akarsz menni, mit tudom én, Vice City-be vagy valahova. Fel tud jönni? Nem tudom, lendületben vagyok. Hát, épp hogy. Ez a robogó nem volt egy jó vétel. Moré. Láttam, valaki árult robogót ilyen full Turinggal. Igen. Ezt is lehet Turingolni. Aha. Ilyen motor, már optikait nem tudom, hogy lehet rá Turingolni. Alulfelni kell rá. De azt nem értem, ez vált néha. Hát hogy mit vált egy ilyen röpsúlyos motor? Hallani, hogy vált. Kuplung. Váltos robogó. Nem hallottál még róla. Ja. Menjünk. Márra megyünk. Tudod te, hogy hova megyünk? Én tudom. Csak téged várnak. Vigyázz, mert jövök. Nem akarok lassulni. Megjöttem. Nyelje veszem az MTA hangerőt. Ilyeneket. Meg addig füstölök gumit. De már kidurran. Mit csinál? Kidurran. Kidurran a gumi? Aha, egyszer már megjártam vele. Ennek már mindegy. Úgyis megy a roncstelepre, és nem kapok érte lóvét? Nem. Fasza. A másikon, a V2-n viszont még kapsz. Milyen hülyeség. Jó, mert a hetfeles... Fele árat kapjunk már érte. De miért csak kettő járműszlód van? Azt se értem. Többit meg kell venni. Meg kell venni? Aha. Ja, lehetne több is? Lehet, hát. Ó, hát akkor jókkal csak mondja. Ugye ezt ilyen prémium pontért lehet venni, ami pedig rendes pénzért lehet venni. Igen. Mert ugye baromi sok pénz megy el arra, hogy ezt a szervert fönntartsák. Ja. Neked merre vagy? Mögötted valahogy vagyok, valamerre. Jövök, vigyázz! Mennyivel megy ez a szar? Most 120-a. Domnak lefele ment, mint az őrült. Legalább az 50-et kiviszik. Micsoda? Most megyek 60-nal. 70. 77. 80. Na hát itt nem lesz annyira jó. Remélem nem hangos a játék hangereje hozzád képest. Megy ez moré. Aztán utána akkor veszek egy zsigulit. Csak nem tudom melyiket. Szerintem az 1000 kecsit megveszik. Ami 1003-as szerintem. Vegyél inkább barkasz. Nincsen pénzem barkaszra. Barkasz az drága. Gondolj már, amit egyszer össze.
Lehet, hogy akkor elmegyek Koldulibába, aztán akkor összeszedem. Jaj, fény... Várjál, átsúvarok melletted, figyeld! Apa. Figyelj, itt annyit akar, hogy fizessek neki. Le volt 20... Az útlevet nem is kell. Nem. Akkor csak a rendőrök kérik, gondolom, hogyha itt vannak kint. Ja, itt, hogyha itt igazoltatnának, gondolom. Visszafele meg behozol, jó, Moré? Nem. Ott vagy le. Ide van a címe a hosszú gyalogtúra. Benzint az... Van bőven? Benzin? Ja, és egyébként most itt az izé a Homegrom-nál nézem meg, mert sikeresen eltüntettem a hudot, vagy mi az hud. Ezt a szart eltüntettem onnan, és nem találom. Az igen. Nem megy ez a verda, nagyon nem megy. Egyébként azon gondolkodtam, mit csináljak vele, mondom, belököm a tengerbe, vagy valami. Hát akkor mit csinálnak vele, nem lehet kiszedni. De, ad még kiszedni. Ja. Az megint nagyon RP, hallod? Az admin kiszedi, a jó Isten talán. Múltkor a haverom, ugye van neki két motorja, megengedte, hogy az egyiket vezessem. Eljöttünk motorozni. A gyerek úgy beleszállt a tengerbe. Hirtelen elfogyott az út alatt, és így egyenesen bele a tengerbe. Meg azt nem vágom, vagy mit akartam, ja? Az a 15 percig basszus a lebegek, a halál meg a izé között, az mire jó? Addig jöhet értem a mentő, vagy hogy? Hát valaki fölsegít. Nem segített fel senki, meg voltam holva. Benne a niggernek a házában. Hogy addig is rabolhatnak, hogyha van nálad olyan. Komolyan? És a nigger nem vette el a pénzemet, hallod? Szóval a pénzt azt nem lehet elvenni, a tárgyat. Igen. Még nem öltek meg, szóval. Nem. Kipróbáljuk, várjál itt, majd megoldom neked. Kösz, rá. Eddig csak videón láttam, milyen érzés meghalni szíjjáték. Na hát akkor mondom, legugolsz. Na nem azért, hanem... én meg hátulról fejbe ütlek. Kop-kop. Mindig az előbb majdnem megtapasztaltam, amikor a kukásnál voltam, azt kigyulladtam. Na jó, most 15-tel megy a Verda. Zúg, mint az őrült. A Barkas megy 100-zal. Tehát még többen is, hogyha akarnám. És nem kéne összetörni, mi? Nem összetörni, nem akarom, hogy téged elveszteni, nem akarnak. Te is, hogyha felrobbantani se lehet a járművet, semmit? Hogy vége? Úgy felrobbantani nem lehet. Vagy, de. Nem, felrobbantani nem robban fel, csak kigyullad. Aha. Tehát ez most engem elvitték kocsikázni a hosszabb utóbb, mi? Ilyen messze kell jönni? Aha. Hey, Jézus Mária. Mit lehet aztán hosszabb utam hoztam? Jaj, jön egy BMW-s sutyó. Az anyádat, te köcsög. Most 94-en megyek, 91-el. Milyen jövök? Mennyivel? 90-80-nal. 79. Lefele megy ám. Egyenesen? Elvett, le kell jönni az autópályáról. Egyébként még megvan az izé? A gyári melós munkád. Aha. Azt meg itt, azt is itt lehet elkezdeni. De van egy csomó hely egy gyárt, nem? Na, itt lehet csak elkezdeni. Ja. Azok másra szolgálnak, fegyvergyártás, meg ilyet. Na, hova kellett hozni? Itt a hegy mellett lesz mindjárt. Nem, már még tovább kell menni. Moré.
Házad van-e? Hogyan lenne? Csóró vagyok ahhoz. Miért? Mennyi egy lakás? Több millió. Én tudod mit fogok csinálni? Beköltözök majd egy ilyen nigger mellé. Csak úgy, hogy ne vegyen észre. Mindig majd izélek. Mindig súvákolok valahol. Benne az egyik konyhába, hogyha bevegy. Azt remélem fog... bezárja a házat. Miért van olyan? Aha, be lehet. És akkor benn maradok? Hát... ha nem nyitja ki... az fasza. Azért mondom, RP's line-t. Még nem késő lemet váltani. Azt ide le kell menni. Jó, hát nekem a fölmenete le van a gondom a robogóval. Ja, hogy én már itt vagyok. Ja, ott ki is van írva. Azt magyaráztam. De tök olyan az a felirat, mint az határátkelők kb. Tök még az a színe is, még a formája is. Na, itt megindulok lefelé. Egyből össze is töröm. Most megküldöm lefele, amit nem számít bír. Lényegében. Amit bír. Hol lehet bemenni? Be lehet ugratni oldalt? Jó. És látom, hol vagy. Itt kell bemenni. Jaj. Egyébként kell eladójogosítvány. Nem tudom, ide... volt egy névváltásom és megmaradt a jogosítvány. De várjál, nem kapok érdekli pénzt. Mert akkor ide hordom mindenkinek a pénzt. Mi ez? Meguntad a járművetet és nincs rá ember, aki megvegye? Elfogadás. Nem kaptam pénzt. Mondom, hogy nem kap itt senki se pénzt, azért már adja. Limoré, be van zárva a vérda. Azt a mutatót elvihetnénk. Egyébként mi ez a sok kocsi itt? Nem tudom, mit csinálnak ezek itt. Ez lerobbant. Ja, az is. Lehet, hogy ide húzogatják azokat a kocsikat, amik szanaszíja vannak. Ja, múltkor nekem is sikerült lerobbannom a barkasszal. Pont a szerelőtelep előtt. Úgy kellett betolni. Hú, elfáradt a karakterem. Na. Szerve, hátra nem tudok beszállni? Nem, az a baj, csak két személyes. Jó. Aztán közben annyi ülés van benne, mint az állat. Őket becsatolni? Becsatoltam. Hát nincs az az igazi barkász hangja. Mert dudának se. Hát nem, jó. Az a baj, a hangokat úgy nem módolják. Meg szerintem nincs is rá mód. Na, a betontábla az megállította. Mi, neki ment? Nem láttad. Nem, pont hátrafele nézegettem. Amúgy írd be per FP. FP? Aha, ezt a két betűt. Júj, more! Ez nagyon komoly. Te, azt tudod, hogy nem fogod a kormányt? Hanem csak így integetsz a levegőbe, remélem, tudod? Dehogy nem fogom. Fogod? Te úgy látod? Jó van akkor. Nem, még kívülről sem úgy néz. Meg a barkasznak Trabant kulcs izé van, Trabant kulcs tartó van rajt. Nagyon fajn. Mi az a gond? Német. Ja. Nagyon komoly. Én mi a francot keres itt egy kuka? Nem tudom, de meg a ki volt táblázva valami nagyon. És ugyanúgy beüssem, hogy per... FP? FP, aha. A first person, ó, bazza. Király nagyon a verbe. Mennyivel megy? 130? Ennyi a vége? Aha. Dom, még izé... akarnék rá tuningolni. Minnyi ez a 200-os? Jó, mert ez annyira nem veri le az alját, nem? Mivel elrajdos. Mert igen? Aha. De még úgy vettem. Alapból benne volt.
Ja, mert nem a boltból vettem. Ja. Ugye ide hirdetéseket feladtak, azt ott vettem. Úgy még olcsóbb is. Ha a zsigát megveszem, zsirúj lesz. Majd alakítjuk. Meg ízét kéne nekem venni, ruhát. Kalapot, meg ékszert. Igazi presszó cigány stílus. Kupát. Ha? Meg egy stici kupát. Megkapott a Traffic Fox, oké? Okay. Komolyan? Ha. Ezt úgy utálom ezeket a Traffic Foxokat, valamikor 30-ra kell menni a városba. A biciklit ez nem fogja, azt mondták. Úgyhogy az... Ja, azt nem fogja. És érted, lelassítok 30-ra, a biciklis meg emegy mellette a 100-ra. Ja. Tudod te, merre megyünk? Hova vissza? Ki viszi a hegyre? Ahogy is, menjünk vissza Los Santosba, hogy hova akarsz. Hát oda, megvenni a zsigát. Na, egyszer, izé, így megszereti. Hát, nem kellett többször. Hú, gyerek meg ott bele van keveredve a izé, motorjába. Fölkerülődött a táblára, vagy nem tudom. Itt nem biztonságos motorozni amúgy ezen a szerveren. Mert? Csak tegnap ötször ütötték el a haverom. Az igen. De úgy, hogy kikanyarodtak elő, vagy nem tudom mit csináltak már. Te is ilyenkor nekem is kell fizetnem majd vámot? Kíváncsi vagyok. Szerintem nem. Na hát akkor itt... Kicsit migráns leszel. Igen, tudod így az csempészni az izéket, a migránsokat. De annyira nem hiszem, hogy valaki csólóban nem tudja ezt kifizetni. Hát akik mínuszba lemennek. Múltkor egy gyerek ott izajött, hogy ő mínuszba van, nem tud kaját venni. Piros lámpa van, bazd, megálltál, nem úr-e? Nem, muszáj a piros lámpánál. Komolyan? Aha. De csak pár van a szerveren, aztán azért vezették be, hogy most kötelező. Aha. Meg csomag kiszedtek. Ja, nem akarod lerakni a jogosítvány? Itt az autós is. Majd le kéne, de most egyelőre nem. Ez egy piros irada. Először legyen autó, more. Na, ezt veszünk valami ízét. Valami zsigulit. Milyen színűt vegyek? Sárgát, nem? Vagy piros? Sárga vagy piros. Ja, alap. Vagy fehér. Á, izé van. Vagy a kombi fehérben nem lesz ki, ami... Az a sárga az jó lesz, azt olyan el kéne megcsinálni, mint a rókáé. Lehet csikokat húzni rá, kettő feketét? Tudod, az üvegtigrisztel. Franz tudja. Sose tuningoltam Ladát. De festés lehet azért, nem? Pont lehet. Itt a tuning műhely, majd átjövök egyből vele. Megvessük. A rohadt drága mindenki szólok. Ó, nem baj, összetarhálom majd én. Teletankkal kapom? Ugye tele? Nem kell vinni kadnapba benzint, more. Ez nem lesz jó. Telepakod. Ó, király. Egyébként jó sokáig elég a benya. Nem? 91%-on van. Drága a benzin? Annyira nem. Aztán literenként egy dollár. Saját zenéket lehet berakni rádióba? Nem. Jó, de kár. Jó kis roma cigány zenét raktam volna be. Van olyan rádió. Van? Bekapcsolom, csak nem tudom, hogy mi copyrightos és minden. Ja. Ne. Mert izé lesz, némaságban leszünk. Itt kellett volna elfordulni, more? Szabályosabb vagyunk. Ézé volt, forgalomtal elzett terület, meg dupla záróvonal. Nem jó, láttál van. Semmit. Szuper, kispolák még jó lenne, ha lenne, kár, hogy nincs. Megyek, megveszem a zsigát. Juhú! Futok. Veszek egy izét inkább, egy McLaren vagy valamit. Franc a zsigába, nem?
Fú, az hány pp lehet? Valami 20 ezer. Ott áll egy a izébe. Az nem, az nem. Ott a... Pont a bolt mögött. Le van szedálva. Biztos. A San Fierro az tudom, a másik város. Aha. Ott egy lada a tetőre burulva, és hiányzik három kereke. Az igen. Nem tudom, nem-e hangos ez, hogy milyen játék van. Golf 1, az is jó néz ki. Jé, van Toyota Supra. De az limitált, nem? Igen, igen, meg fullos ma. Aztán a Barkason kívül még egy olyan limitált van, ami nem fullos. Aha. Skyline, úristen, minden fullos, akkor már csak embertől tudsz verni, mi? Hol van a lada? Merci, az is jól néz ki. Egyébként minden idő ABC sorrendben van, szóval az elvét mindenki keresni. Ja. Ja, itt a McLaren, a 30 ezer prémium pont. Yeah. Azt se lesz nekem soha. Na, itt lesz a lada. Itt lesz. Lada. Yeah! És narancssárgába akarom. Megvásároltam a kiválasztott járműt. Na mi van? Csak kaszni van, baze. Hát látszó a lada. Igen, én is azt nézem. Hoppá, oké, okay, megjavult. Kaptam egy kaszni. Oda nézzél, more, nagyon király. Ezek a gyári kerekek, ezek nagyon adják. Fú, gyári, meg mi van? Tele van sörrel a hátulja, vagy mivel, hallod? Jaj! Gurul a lada, mi van? Mi a kézifék? Az altal amúgy be tudod húzni a kéziféket. Ja, jó van, oké, okay, az jó. Hát egy picit, csak fel akarom nyitni a csomagtartót. Átpakolhatnánk a barkászba. Fel lehet nyitni a csomagtartót? Hogyan? M betűvel és rákattintasz a csomagtartóra. Ja. De ilyenkor csak az inventory-t látod. Hát én rákattintottam, nem történt semmi. Jobb egér gomb. Jobb egér gombbal se. Akkor be van zárva. Ja, be van zárva, tényleg. Nincs kulcsot hozzá. Miről beszélsz? Most vettem a ladát. Hol van a kulcs? Megnézem izé nézetbe, FP-be. Hú. Egyébként a szabad kameránál meg tudtad volna nézni. De király. Nem gondolkodok, az mennyi lenne RP-s, hogyha most így ráhasolnék a csomagtartóra, tetőcsomagtartóra. Ajaj. Ez a motor elindítás, ezek... Ilyen marha magas. Király, meg lehet rugatni? Ó, hátsó kerekes, jó van, megcsinálva. Azt hiszem szinte az összes kocsi hátsó kerekes. Nagyon fain, tetszik. Elmegyünk tuning műhelybe? Azt akarok. De hol a barkaszod? Elbújt. Bejártál valahova? Olyan helyekre szoktam lerakni. Ó, nem mennek neki meg minden, mi? Ha, csak még így is fönnáll az a veszély, hogy csávókám ide parkolta le, aztán hogyha belép, kovót nincs. Ja, hogyha te kilépsz, akkor eltűnik a járműved? Aha. Hát most képzeld, mennyi jármű lenne itt. Jó, az tök jó, én attól féltem, hogy akkor látják, hova parkoltam, de azt ide jönnek, szígyeverik. Mi, az tök jó. Na, mehetünk, more. Hallod, mind a hajó úgy ring ez a verda. Ezzel az alapvizével. Dologgal. Alap... Mennyivel megy? Várjál, mindjárt legyorsulok. Húzatom. Most megyek 100... 10-zel. 120-szal. Én inkább a helyet belassítanék, trafi. Hol?
itt mindjárt kiérünk onnan arról a szarról, és itt lesz mindjárt trafik. Beraktam a tempomatot. 100-ra. Ja, 130 tempomat. Nagyon tetszik ez a zsiga. Kicsit magas, de jó. Megyünk vadászni amúgy. Várja, izéljünk, menjünk el ide a Turing műhelybe. Az itt van, ugye? Ő itt van. Megnézek egy jó festést rá esetleg. Vagy valamit. Van még 3000 pénzem. Azt még gyorsan le kell költeni, tudod? Zsiga. Ez majdnem olyan, mint egy 3 Venomos Skyline. Ide beállok, azt annyi? Akkor lehet, hogy Turingo? De jó. Optika. Na, menjünk rá az optikára, gyerekik. Első lökös. Kerekek, mennyi egy jó izé? Felni. 5000 az összes. Azt a bityár úristenét. Hát de jó néznek ki. Meg lehet ültetni egyébként? Azt nem tudom. Szerintem nem. Vagy lehet. Nincs hozzá első lökhárító, nincs hozzá küszöb. Nincs hozzá motorháztető, nincs hozzá légterelő. Semmi nincs hozzá. De egyébként az izzószínnel azt ne állítsad át. Mit? Az izzószínt. Hogyha lejjel mész, hogy ott van izzószín, neon, airride, spinner, ilyen az izzószínt és a neont azt ne állíts be, mert azért büntetnek a rendőrök. Igen. Aha. Mert illegális. De akkor miért lehet így venni csak? És a színeket nézegetem, de nem nagyon látok olyat, hogy így át lehetne. Mi a zöld ecsé? Ez nagyon komoly. Fényezés. Extrák. Mi az az extrák? Paint job. Igen, ott tudsz ilyen paint jobot például. Ja, nincsen. Nincs. Nincs arra a ladára. Nincs. Meg erre is van ilyen szép hippi kocsi. Valami surfdeszkás, meg a... Hú, mi volt az a film, ami benne volt ez a kocsi? Tudod mennyit? 10 000 a fényezés is, passzod. Akkor nem követni van semmit neki. Drága tényleg. Ja, meg lehet LSD ajtót rátetetni. Arra azt lehet erre tényleg, ha? 1000 pp-be kerül. Erre ladára körülbelül semmi nincsen. De nézzek az egyedi dudákat. Az hol? Extrák? Aha. Aha, tényleg itt van egy-két dolog. Trafipax radar, az hol? Mennyi? 15 000. Honnyad. Egyszerűbb megjegyezni, hogy hol vannak ezek trafipaxok, mint hogy venni egy ilyet. Ja, 1200 pp egy ilyen egyedi tudra. De jó, most nincs kedvem semmit alakítani a verdán. Nagyon tetszik nekem ez így. Nagyon király. Gumifüstölés. Egy kicsit csak, hogy... Nem durrantjuk, finomabb füstöltetjük a gumit. Nagyon jó az ölede. Első autónak ez tökéletes. Király. Főleg tele... Nem kell. Tankolni? Fullon vagyok. Nagyon kira. Nyomunk egy verseny, more. De akkor ne itt. Ha nem? Az autópályán kéne. Oké. Okay. Ott nincs trafi. Oké. Erre menjünk ki. Aha. Gyorsulási verseny, jó? Lada versus Barkas. Gyerekek. Német és orosz. Összecsap. Erre kell, nem itt majd fel a izén, az alagútba. Aha. Nagyon hajó ez a jármű most így. Itt kell, ugye? Innen induljunk? Ne. Itt görbe, kanyaros. Kanyaros az út. Na jó, akkor még ott a határ is. Tényleg, ja. Tényleg a határtól majd. Egyébként indexelni a jobb és baleget gondval tudsz. Tudom, szoktam. Mindig, sose felejtem el.
Tetszik az a Lada Mori. Hoppá, ide vannak rabban ilyen betonok, mi van? Ne szórakozz el. Ennek nem kell elrájt, bazd, erre olyan magas az a Lada. Ez hihetetlen. Ilyenkor az lett volna jó, átengedt téged is. Azért is büntetnek, hogyha átszöksz a határon. Ja. Na, igen, még... itt lesz a Trafikox. Hol? Az, itt akartam... Igen, tovább, és itt nincs. Itt akartam indulni neki. Hol van itt Trafi? Ez nem az. Lekapott, nem hiszem el. 60 helyet 66-tal mentem. Na, induljuk itt te. Várja. Ezt ezen az úton végig, jó? De mellém állj, akkor vagy én várjál. Várj, hol vagyunk? Így jó. Na. Szóljál. Háromra. Hogy én? Aha. Na. 3, 2, 1. Yeah. De azt mondtad 3-ra. Ja, hát miért még visszafordítva is kellett volna számolni? Összetöröm egyből a Verdát, nézegethetek. Hát 164 vagy 154? 164. Mennyivel? 164. Még mennyivel megy a barkász? 131. Ja, az itt vagy. Kira. Megy ez mind az őrült baza. Ha ezért is el fogom adni a másik bringát, ez még egy Ladát majd beülj itt ott. Egyébként most kell egy kamerát menni. Igen? De mondjuk eddig is kellett. Ja. Ja, robogóra kellett a időre nem bizik, ugye nem. Ej! Na, inkább előző megelőződni. Király, jó ez a Verda. Tetszik. Kicsit... Vezess FPS-be. Tessék? Vezess FPS-be. Ne vicc. Na úgy vezess. Hája, melyik az előre? Baze, emeli az elejét, elmondom neked, hallod? Elindulok, baze. Megemelkedik az eleje. Megy ez? 164-en bál aztán, de azt elég hamar eléri. Azon tuti van valami tuning. Hát gyárilag nem lehet, nem? Állítólag nem lehet. Most már ne mentél. Jaj, elforrultam. Mert ezt az FP-t ezt kikapcsolom, mert megőrülök. Júj. Az autópályán vagy, vagy hol? Az autópályán, aha. Nem tértem le. Itt vagy, aha. Jó, tetszik ez a Verda. Szembe sávba jön egy őrült. Kicsit olyan, mintha nem lennének benne üvegek. Nem tükröződnek. A tiédnek meg ízai van ilyen tükröződő felülete. Nem meg ilyen ízai. Ja, mert gondolom föl van húzva az ablak. Vagy nem van húzva az ablak. Mi van olyan? F4-et nyomjál? Mit? F4. Mi volt ez? Most húztad le az ablakot, ja. Az igen? De hogy, hogy lezúgadnak, baze? Bovd el, ki van akadva. Na nézd el, nekem. Aha. Nekem is így eltűnik. Akkor. Nagyon komoly. Tetszik, jó ez. Azután viszont mehetünk megtankolni, azt ugye tudod. Várj, én elbúcsúzok, mert ezt még fötöttöbb máma. Na, akkor köszönöm a figyelmet, meg Szilvának köszönöm a segítséget. Mibe? Hát, hogy elvittük a robogót a izébe, mélybe. Na miért nem vitted el egyedül? Milyen jó videó lett volna. Milyen jó, hogy gyalogoltam volna. Visszagyalogolni. Ja. Na, szavaztok. Szavaztok.